A Funtime animatronikok először a Sister Locationre keresztelt 5. részben jelentek meg. Helyesbítenék, mivel páran már a FNAF Fördben is szerepeltek, ami ugye az 5. rész előtt volt. Ezek Funtime Foxy és Lolbit. Funtime Foxy megszerezhető karakter volt, aki inkább a partink életben tartására volt alkalmas. Lolbit nem szerepelt a játszható karakterek között, ő csak mindenféle segítő eszközöket árult nekünk. Ennyit a FNAF Fördről. Szokás szerint az 5. rész is kapott teaser képeket, amikkel láthattunk pár karaktert. Az előzetes megjelenése előtt főleg Circus Babyről és a Nardról voltak képek. Az előzetesben viszont felfedték a teljes bandát. Ezek az animatronikok inkább a toy animatronikokra hasonlítanak, viszont modernebbek és az arcuk képes szétnyílni, valószínűleg a javításuk megkönnyítése miatt. Egyesével szeretnék rajtuk végigmenni, mivel a többi bandával ellentétben elég egyedi robotokról van szó. Most még csak a Sister Locationben látottak alapján fog beszélni róluk, később viszont majd szóba kerül a Force Closet és a VR játék is. Kezdjük akkor Funtime Foxyval. Ő egy ismeretlen nemű Foxy karakter, aki képes hangok leutánzására. Ez a funkció azért van benne, hogy képes legyen előadásokat vezetni, illetve hogy a gyerekek szüleinek hangját felvéve meg tudja fegyelmezni őket. Amikor belépünk a termébe, a mozgásunkra aktiválódik. Ha fényben mozgunk, észrevesz minket és elkezd felénk közeledni. Ez a gyakorlatban inkább úgy néz ki, hogy folyamatosan mozog előttünk, és nekünk vigyáznunk kell, nehogy beleütközzünk. Funtime Foxy ennyi feladatot lát el az 5. részben. Funtime Freddyről nem tudunk meg valami sokat, mindössze annyit, hogy van saját hangja és egy bábja, aki szintén rendelkezik saját hanggal. Freddy színpadját nem láthattuk, csak a megszakító szobában, ahol az áramot vissza kell állítanunk, láthattunk egy kis színpadszerűséget, amin Freddy állt, bár kétlem, hogy ez lenne az állandó helye. Freddy bábját Bombont az alkalmazottak is tudják irányítani, hogy lenyugtassák Freddyt, ha elszabadulna. Ballóra a balerina a Ballóra galériában táncol körbe-körbe a teremben. Ballóra nem lát minket, de hallja a mozgásunkat. Ha hangosabb lesz a zenéje, meg kell állnunk, hogy ne öljön meg minket. Circus Baby végül a legérdekesebb karakter, akinek a történetére épült az egész játék. A könyvekből megtudhatjuk, hogy a Funtime animatronikok egy Circus Baby's Pizza Zone nevű étterembe léptek fel, de később lekerültek egy föld alatti létesítménybe. Ebben a föld alatti létesítményben játszódik az 5. rész. Mi egy karbantartót játszunk. Baby segíteni akar ennek a karbantartónak, és hasznos tippeket ad neki a túléléshez. Közben egy kicsit mesél magáról is. Babynek mindössze egy fellépése volt a Circus Baby's Pizza Zone-ban. Mivel amikor kettesben maradt egy kislányra az előadó termében, Baby megállt, kinyílt a hasa, kiadott egy fagyit, és amikor a kislány el akarta venni, Baby berántotta a testébe és végzett vele. A kislány megszállt a Babyt, és egyesült a tudata a robot AI-jával. Legalábbis ezt feltételezem, mivel Babynél nem figyelhető meg, hogy több tudata lenne. Összemosódtak az emlékei, és egyszerre emlékszik arra, hogy berántja a kislányt a robotba, és hogy a robot megtámadja őt. Baby szökni tervez erről a helyről a többiekkel, amit úgy valósít meg, hogy egyesülnek a robotok egy testbe, megtámadják a karbantartót, kibelezik, belebújnak a testébe, és megszöknek a létesítményből. Erre már volt két kísérletük, mivel láthatunk kettő hullát aznap éjjel az előadó termekben. Van egy alternatív befejezés is, ahol a karbantartó hazaviszi magával a robotot, de ez nem kánon. Az éjszakák előtt mindig hallhatunk egy kislányt, aki az apjának, a robotok tervezőjének panaszkodik, hogy meg akarja nézni Babyt. Ezt a kislányt kapta el Baby. A kislány apja és a robotok tervezője William Afton, a karbantartó pedig a kislány bátyja Michael. Most, hogy végigmentünk rajtuk, jöjjön az igazi értelme a létezésüknek. A Funtime robotokat akkor ugyebár William tervezte és olyan funkciókkal szerelte fel őket, hogy képesek legyenek elrabolni gyerekeket. Baby és Freddy el tudták kapni és elraktározni a hasukban a gyerekeket, Funtime Foxy pedig a szülők hangjának leutánzásával képes volt elcsalni őket. Baloránál nem láttunk ilyen funkciókat, viszont a Scooperhez őt is elvitték, így valahogy ő is képes volt a gyerekrablásra. Ugyebár a Scooper a maradék kivonására volt alkalmas, a maradék az ember lelkének fizikai formája. A Funtime robotok ezeket raktározták és a gép kivonta belőlük. A Custom Night-ban megismerkedhetünk extra karakterekkel is, mint Gendo, Bonnet és Lolbit. Gendo csak egy endoszkeleton, aki Golden Freddy taktikával működik. Lolbit egy elnyomható reklámszerűség. A neve annyit jelent, hogy az LOL billentyűk leütésével lehet elnyomni őt. Bonnet a képernyőnk előtt mászik el, nekünk meg kell nyomnunk az órát, hogy elmenjen. Illetve a 6. részben megjelent egy Funtime Chica nevű karakter is. Ő először az Ultimate Custom Night-ban csinált bármit is. Ott is csak egy random megjelenő zavaró tényező volt a képernyőn. A Funtime animatronikok mellett nem említettem, de jelen vannak kisebb robotok is, akik szintén részét képzik a fúziónak, amit a játék Enárnak nevez. Ezek Ballóra minirínái és Baby Bidibebjei. A Bidibebekkel egyszer találkozunk, amikor az asztal alatt elbújunk. Egy lemezt kell tartanunk és nem szabad beengednünk őket. A minirínákkal a 4. éjszakán találkozunk, amikor egy Springlock ruhába vagyunk bezárva. Megpróbálnak felmászni a ruha oldalán, nekünk meg le kell ráznunk őket. A minirínák kaptak egy saját történetet is a Fazbear Fry sorozatban, amivel azt olvashatjuk, hogy hogyan szöktek meg egy alkalmazott testében. Itt csak ők szöktek meg, és nem a többi animatronikkal mentek, ez a történet viszont nem kánon, csak utal az eredeti sztorira. Annyit viszont láthattunk benne, hogy a vezetőség tisztában van vele, hogy a kabalák szökni próbálnak, így megpróbálják őket itt tartani. De ha már úgyis a könyvekről van szó, térjünk rá a Force Closetre.
Ez a könyv sem kánon, viszont elég sok infót megtudunk a Funtime animatronikokról. Ezek a robotok maradék segítségével működnek, ugyebár a maradék egy fizikai formája a léleknek. William valószínűleg így alakította ki a robotok tudatát, és ezért tudnak ilyen emberien gondolkodni. A könyvben továbbá képesek voltak az emberi szem számára más alakot felvenni egy chip segítségével. Ezt a képességüket viszont a játékban nem láthattuk, legalábbis az ötödik részben. Hamarosan rátérek még erre. Ebben a könyvben Funtime Freddy is képes volt a hangok leutánzására, Funtime Foxy igazi alakja pedig Mangle volt, csak ő is meg tudta változtatni a kinézetét, viszont ez a játékban kétlem, hogy így lenne. Circus Baby változott a legtöbbet a könyvben, mivel itt ő a főszereplőnek Charlie-nak a felnőtt változata volt, mivel ugyebár Charlie egy robot, és ahogy nőne egy ember, az apja úgy cserélgette a testeit. A felnőtt tényét viszont William elrabolta és elkezdte tanulmányozni. A kislánya viszont itt is megközelítette azt, és ismét megtörtént Elizabeth halála. Baby visszakerült az eredeti tervezőihez, Charlie apjához, Harryhez, viszont ahogy átvette felette az irányítást Elizabeth, Baby megszökött és visszament Williamhez. Ott lett belőle az a Baby, aki a történetben Charlie-nak adja ki magát, és bosszúra vágyva üldözi őt. A történet végére viszont a Funtime robotokat legyőzik, Baby pedig Charlie-val együtt életét veszti. Szóba került, hogy a játékban nem láttuk, hogy a Funtime robotok használták volna a chipeket, viszont ez nem feltétlenül igaz. A Sister Locationben láthattunk egy térképet, ami azt mutatja, hogy ez a hely a FNAF 4-es ház és egy étterem alatt vagy mellett helyezkedik el. A Funtime robotok jártak a családi házban. William el akarta ijeszteni a fiát a Freddy-től, így a Funtime robotokkal ijeszgette őt testénként, hogy elmenjen a kedve a Freddy's étterem látogatásától. A Funtime robotok a könyvben említett chipet használva egy sokkal félelmetesebb kinézetet adtak maguknak, hogy ráijesszenek a kisfiúra. Ebben a részben ennyi szerepük volt. Most viszont rátérnék, hogy mi is történt velük a szökésük után a föld alatti létesítményből. Az ötödik rész után már ebből a hatodik részben találkozunk velük ismét. Baby kivált a Zenard nevű fúzióból, és Funtime Freddy vette át a csapat irányítását. Enard új neve Molten Freddy lett. Molten Freddy rengeteg maradékot tartalmaz, ezért rendkívül veszélyes. A sok maradék valószínűleg a 85-ben meggyilkolt gyerekeké lehet, mivel később láthatjuk őket Molten Freddy részeként. Circus Baby egy új testet kapott, amit valószínűleg Mike épített meg neki. Így lett belőle Scrap Baby. Ők, illetve a többi megmaradt animatronik egy hívásra érkeztek az utolsó helyre, a Freddy Fazbear's Pizza Place-re. A menedzser, aki megint csak Mike volt, begyűjtötte őket az étterem mögötti sikátorból, és elhelyezte őket a labirintusban, amit végül Harryvel, William eredeti társulajdonossával leégettek. Minden animatronik elpusztult, és William Afton pokolra jutott. Legalábbis Scott játékai szerint, a valóság ettől egy kicsit eltér. A csapat nagy része a Blob nevű fúzióvá állt össze, csak William maradt a Blobon kívül. A Blobból a Security Bridge végén találkozunk, amikor felfedezzük, hogy a Pizza Place még mindig áll, csak a föld alatt van. A Blob a játékban igazából csak úgy van, sok mindent nem csinál. A Ruin DLC-ben is felbukkan, ezzel mutatva, hogy még viszont látjuk őt. Remélhetőleg legközelebb egy kicsit több képernyő idővel és egy jobb szerepben. A Security Bridge egyik érdekes része volt, hogy láthattuk az Afton családot. Az anyuka balorával volt ábrázolva, viszont itt szerint nem csak annyiról lehet szó, hogy William, mint a lányáról Babyt, balorát a feleségéről mintázta. Tudom, már átugrottam a VR felett a Security Bridge-el, de azért azt sem szeretném kiadni. Valahogy a cég megszerezte az animatronikok áramköri lapját, valószínűleg amikor feltárták a Pizza Place-t. Ezek segítségével alkották meg a VR játékot, amiben a Funtime robotok is szerepeltek. A FNAF 4-es kisfiú szobájában találkozhatunk velük, ezzel alátámasztva azt, hogy ők a Nightmare robotok. Illetve Funtime Foxy pályán és Enard egy újfajta pályán is áthaladhatunk. A Funtime banda egy elég érdekes kis csapat, és biztos, hogy a kedvenceim között vannak. Szerintem Scott velük nagyon jó munkát végzett. Balóra meg még fel fog bukkanni a következő könyvbemutatóban, úgyhogy ott még beszélünk majd róla. Ez a videó viszont ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!